Szélénárt Ferenc ecséri festőművész a saját koporsóját tárolja a padlásán, gondosan megfestette, kidíszítette, és már vagy 20 éve a házában őrzi, hogy ha majd kell, akkor legyen. De nem ez az egyetlen furcsaság a művész házatáján. Az udvar a festő életterének minden egyes szeglete, sőt az egész ember egy olyan érdekes jelenség, akin azonnal megakad bárki szeme. A látvány mindenképpen gondolkodóba ejti, megdöbbenti, egy kicsit lelassítja, kizökkenti, vagy épp ellenkezőleg felébreszti a szemlélőt. És itt még csak nem is Szélénárt festményeiről beszélünk. A 60 és környéki közösségek számára már ismerős lehet Szélénárt Ferenc. A festőnek az elmúlt években számos kiállítása nyílt a 60-i galériában, de alkotásai többször is megfordultak már Budapest különböző tárlataiban, illetve a művészetek völgyében is. Az 1946-ban született férfi azonban soha nem tanult hivatásos festőnek, művészetét teljesen autodidakta módon sajátította el, festészetet sehol nem tanult. Arra emlékszik, hogy 6 évesen egy falubeli asztalos mester koporsókat, mindenféle famunkákat festett, azóta is elevenen élnek benne az ott látott cirádák és színek. Fiatalként aztán kőművesnek, majd lakatosnak tanult, dolgozott a mezőgazdaságban, bányában, megnősült, 2 gyermeke lett, évekig szunnyadt benne a festőművész. Teljesen azért sohasem hagyott fel az alkotással, mint mondta, számára létszükség a festés. Gyalog jártunk kifelé, télen, Esztergalmi Balatonnal, aki fotózik, most az olajóska. És akkor néha hátra néztem, hogy kelt fel a nap a téli napon, ahol laktunk, így kelet felé, azt úgy megfajdult a szívem kerülsőt, de jó lenne megfesteni. Hát ez persze, mert mivel én szabadfestő vagyok, én nem úgy vagyok, hogy vasárnapi festő, mert volt mikor, akkor nem csináltam. Tehát én nem akkor festettem, amikor ráértem, hanem amikor kellett. Azért nincs nálam az, hogy kitűzök egy célt. Nincs cél. Élek a világban. Egyfajta állapotba jutok, akkor csinálom, hanem akkor nem. Úgy tűnik, a festő életében sokszor került állapotba. Az első olaj festményét 14 évesen készítette, és azóta legalább 2500-3000 alkotás született meg kezei között. Gyakorlatilag minden inspirálja, rengeteg zenei ikletésű festménye van, alkotás közben ugyanis hangosan hallgatja a muzsikákat, Csajkovszkij, a klasszikusok, a spanyol nóták és a jazz is erősen hat rá. Érzékenyebb vagyok egy fokkal, mint az átlag, azt tudom. Engem az is fel tud idegesíteni, hogy akit más nyugodtan hát például. Úgy tűnik, Szélénárt semmit sem csinál direkt módon. Ösztönből fest, ösztönből él és dolgozik, nem érdeklik igazán a szabályok és a vélemények, ő tökéletesen el van a maga világában. Szerinte olyan nincs, hogy festői stílus, neki hangulatai vannak. Alkotás közben mindent kizár, csak ő van, a festék és a zene. Ja, itt van a fekete. A festőnek azonban bőven voltak mélypontjai az életében. A 90-es évek elején elvált feleségétől, a gyerekei kezdtek felnőni, súlyos alkohol problémákkal küzdött akkoriban, 38 kilóra lefogyott, kórházba került. Amikor hazaengedték, egyszer a tornácon elmélkedett, amikor is hirtelen felindulásból elkezdett futni. Évekig hajnalban vagy késő este futott, hogy a falubeliek ne kérdezgessék, mit is csinál pontosan. És ez három évben ment, mindig
ősztől tavaszig, mikor még sötét van, tehát nem akartam leállni senkivel beszélgetni útközben. Meg elviselni azt, hogy hova szaladsz, ma megint meg ilyen szöveg. Mert faluhelyen nem volt megszokva, hogy valaki futkározik ott reggel. Aztán munkát is kapott, és szépen lassan a festészet visszakúszott az életébe. Ott a kultos voltam, az egy kis terem volt tulajdonképpen, egyik helyén kimértem, másikbe festettem, úgy megengedte, hál' Istennek a tulaj, hogy ott festettem, ott csináltam a Tolstojt, és ott kezdtem el. És akkor festékeket még nem volt pénzem, semmi. Döntek ide, iszogatni. Szobafestők, egyebek is, maradék festékeket is kérgettem, még és a többi. Na, és akkor ott csináltam egy kiállítást, akkor megfogadtam, hogy ebben, ha belepusztulok, és ezzel fogok foglalkozni. Ezután híre ment az ecsédi festőnek, az újságírók is egyre többet megkeresték, a művészet pedig az életformájává vált. Sokszor a képei voltak a fizető eszközei. Egy festményért például egy hónapig vendéglőben ebédelhetett, de több minden mást is kiváltott az alkotásaival. A művészek ingoványos anyagi helyzete persze rá is jellemző volt. Egyik saját aforizmájában így fogalmaz. Olyan könnyűnek, tisztának érzem magam, mikor közeledek a nullaponthoz. Már ami a pénzem számát illeti. Van ugyan még egy pár forintom, 100-200 között lehet. Kicsit megszáll a tehetetlenség nyugalma, vagy hasonlók. Ilyenkor érzem azt, hogy a pénz mennyit ér. Közvetlenebbül érzem létezésének értelmét, mintha például bankban lenne. Szerintem így ér valamit, mikor kevés van, vagy egyáltalán nincs. Célinárd Ferenc rengeteg önálló verset, gondolatot, esszét írt élete során, régi bőröndökben lapulnak irományai. Én nem képeztem magam tőmondatokban. Én nem akarok senki nyomában haladni. Én rám rakottak az évek alatt bizonyos dolgok, mik engem is formáltak. Én át akarom adni a rám rakodattaknak a javát a szemlélőnek. Én nem akarom ismerni a szabályokat. Én nekem ne szabjon meg senki semmit. Én úgy is úgy látok, ahogy mi vagyok rá rendészkedve. Én nekem a természet, az élet adja a szabályokat. Én nem vagyok, nem érzem magam autodidaktának. Én nem akarok tanulni a szó hagyományos értelmében. Az iskolapad egyenlő nálam a börtönnel. És végül én nem akarom szakmával tenni a művészetet. Az irodalom is mindig érdekelte, mai napig sokat olvas, napjait a művészetek töltik ki. A telefonját minden nap ugyanabban a pár órában kapcsolja csak be, utána már nem elérhető. Fest, ír, olvas. Azért is nem kapcsolom be a telefonomat, majd lassan ki is kapcsolom a 10 óra lesz, hogy nem szeretem a közben megzavarni. Itt próbáltam én menyeskét. De az elkezdett volna itt nekem takarítani, meg mindegy csinálni, ugye. Holott itt rendetlenség, rendezett rendetlenség van, én tudom, hogy mi hol van. Itt nem is lehetne takarítani, mit takarítani. Na. Ebben a rendezett rendezetlenségben érzi jól magát Célénárd Ferenc. Mint mondja, szerényen él, de szabadon. Azt csinálja, amit szeret, nem komplikálja túl az életet. Nem gondoltam, hogy eddig elérek. Főleg a 94-es években. Még ahogy
Most már se tudnám képzelni, hogy más csináljak. Ezen kívül természetesen a főzés ezek nem tekinti a munkának, mert ezt igyekszik élvezettel csinálni, vagy hogy vagy. Egyfajta attrakció sokszor a főzésem. Igyekszek a keveset is megbecsülni, ha úgy egybe lehetne foglalni. A festő nem fél az elmúlástól sem. Nem csak a koporsóját rendezte már el, de a saját sírját is maga készítette. Először is felülre azt véstem, nem úgy, mint a többi, hogy itt nyugszik, és a többi, hanem itt sem nyugszom, ami lehet, hogy igaz is. A jobb oldalára azt véstem, aki paragta, szótagonként az van alatta, mert nem látszik, azért mondom. Az előső részen van reliefszerűen egy kalapos portrém, ami alatt van a nevem, Cénékű, még Sima Lénárd Ferenc. Született 1946, a többit majd a fiam vésirá.